B, mint Benkő. Benkő az őr, Benkő a botrányos, Benkő az eretnek. Benkő! Dániel személyében megéreztem azt a férfi erőt, amit én azért valahol keresek. Micsoda pillanat. Köszöntőt szerettem volna mondani, de ez a pillanat felülírta, most halál komolyan mondom. Gyertek, fáradjatok be, gyertek a hajlékomba. Én köszönöm, hogy vagytok. Azt álmodtam, hogy leveted rólam a bugyimat. Ennek a dolognak elébe szeretnék menni, mert szeretném, ha nem lenne köztünk semmi. Tehát se bugyi, még egy rózsaszín bugyi. Semmi, és én ezt most le szeretném venni. Na és ez egy olyan bugyi, hogy középen lukas. Ez nagyon izgalmas. Ez fantasztikus. És én ezt szeretném neked adni. Illatos bugyi, nagyszerű. Hát én nagyon szépen köszönöm. Hogy pillogott Dániel? Azt hiszem, itt fel van adva a lecke rendesen. Tehát te a szexualitáson keresztül szeretnél engem megnyerni? Felkínálod ezt a én? Szerintem nagyon fontos a szex a szerelemben. Csokor. Adj egy csokor. Hosszabb. Egy csókot nem nyerni a nyelven. Egy hosszabb. A szexualitást vonzották ki belőle. Nincs riválisom, mert magabiztos vagyok, és tudom, hogy a Benkő Dániel az enyém lesz. Mész innen! Kapod csókot! Tűnés! Ki a reszenciáló? Na, hazafelé csajok! Sziasztok! Hi. Nem jogos, hogy nyerek. Bérzi magát, egyáltalán nem érzem annak. A csók jelenetnek ne legyen folytatása a bulin. És hol van a Dániel? Már a Dániel az kísérgetik, ismerkedik a Dániel. Hadd csajozzon! Ismerkedjen, ennyi csaj közben. Fál, te egy igazi férfi vagy. Ezt komolyan mondom, te egy igazi férfi vagy. Szerintem oda, vagy inkább oda. Amikor megérintesz, nem bizsereg a test. Te nem akarsz végig feküdni, hogy a pamlagon? Próbáld csak meg. Próbáld ki, hogy így megkönyökölsz, mint valami Sarah Bernard. Érted? Olyan pompás vagy. Arra születtem, hogy megfogj. Te pedig arra, hogy én megfogjam a csodás fenekedet. Nyugodtan megfoghatod. Jézus Mária, te beindultam egy kicsit. Nem haragszol? Nem indultam be, de jó esik. De én be, most senki nem látja, de nem indultam. Jó, nem. Kom, de te ne, érezd. Érezd nyugodtan, és nem látta senki. Élvezd, érezd. Fogj, ahol akarsz. Na most nyúlj oda, most érjünk meg, érjünk meg nyugodtan, most érjünk meg, most. Nem látják, most fogd meg. Miért nem vettél fel se bugyi, se mellhatatlan, se mert egy komplet nő vagy, hát ez se kéne rád, most le kéne vetni az egy, most. Hát ezt az egy darabot már. Imádom a nőkedét. Ma van meg, mint a főnököm. Na is, egy szexvirtuóz. De jóságért van, Isten. Most nem tudom eldönteni, őt futtatod, vagy magadat? Én most magadat. Na, sziasztok, egyesét. Jó divizi, mi? Úgy érintett meg a Dániel, hogy megmondom őszintén, végig bizsergett az egész testem. Sárgalépa, ezt tudom, milyen vitamin? Én azért szoktam enni. Mert jobban barnulok, amúgy nem látszik. És a férfiaknak meg a szerszámuk jobban áll. Azt inkább szerintem mond a többieknek. Azok is tudják. I'm your main target, come and help me ignite. Love struggle holding. Meg vagyok dugva, gyerekek. Úgy meg vagyok dugva, mint az állat. Funk Soul Brother, check it out. Nagyon jól éreztem magam. Hát utoljára akkor éreztem, milyen jó magam, amikor kis táborban voltunk. Hát az már elég rég volt. Itt van Tünde. Igen, tudom, hogy oda vagy a fiatalságáért, de tudod, mi a baj, hogy... Nem tévedés. Nem? Őt nem tekintem fiatalnak. Kortalan.
Akkor... Zala, vigyázz! Belopta vagy, a szívét a... A lágyékát a kezedbe, vagy igen, a... tudom. Hogy is, nem Dániel, bele, kamuzol már megint! Hadd öleljenek meg! És adok egy csókot a Dánielre! Edith úgy vonul, mint egy versenyló. Edith annyit mond, mint egy költő. Úgy öleli át, mint egy pornószínésznő. Mit akar még adni rögtön az első este? Igazi férfi, hú, igazi Don Juan. Szó szerint. Nem tudom, hogy miért, de valószínűleg ez minden férfi álma, hogy fürdőruhás nők vonuljanak csak neki, és Benkő imádta. Akárhogy is nézem, azért Csilla rejtett erotikája még előttem sem bukkant elő. Pedig nem kritikus szemmel néztem, Isten bizony. Maga a kliens, van benne egy nagyon drasztikus férfias vonás. Hát ez az Edith nagyon jó volt. Ez egy igazi hivatásos úttáncos úgy táncolt. Dániel pedig begerjedt, mint egy kandúr tavasszal. Ha Dánielnek ez bejön, akkor ám legyen, én nem tudnék kijelenni. Edith, eljátszottad-e már egy férfi kedvéért az orgazmust? Nem, soha. Én egy olyan nő vagyok, akiből egy férfi ezt vagy ki tudja hozni, vagy nem. Kata, voltál-e már ágyban? Ágyban? Férfival. Kettővel egyszerre. Igen. Most történt júliusban először. Volt olyan élmény, hogy esetleg megtörténhet még egyszer? Igen, szeretném. Köszönjük szépen. Hoppá! Ja, két férfival egy ágyban? Yes. Tök jó. Aha, unokámmal. Tényleg. Soha. Nem. Kemélyen ül a játék, Ringo szerelem. Ó, rosszul vagyok, már ilyen rosszul ők állt. Hányi kell Edithnek? Dobd ki a tancsot! Ki dobta? Ha. Tényleg hányi jel? Aha. Tényleg. Basszus. Frankó nyomja is. Várjál. Ez jó. Majd még. Abba nem hagynám. Én feltettem neked egy kérdést, hogy voltál már két férfival, és te arra rávászoltad, hogy igen. Én, ha nő lettem volna, ezt eltitkoltam volna. Te lesen szarsz engem. Igen. Hol az Editke? Editke, inkább nem. Amikor már oda kanyarodtunk a randi helyszínére, ahol voltunk, már rosszul lett az Editke, hogy így lazán kinyitotta az ajtót, végig hagyta az utat, amik odaértünk. Jó! Tudod, így lezárt, ez meg így elkapott. Az meg ennyire erős. Udvarolt, Dániel. Rendesen udvarolt.
udvarolt a Dániel. Hát ez nagyon aranyos volt. Udvarolt a Dániel, édesen. Nem olyan dolog volt, mint amikor így megáll előttünk, és így félszegen lenéz meg fölfelé, és azt mondja, hogy örülök nektek. Nem. Aha. Itt az volt, hogy férfi vagyok, ki, és elkaplak, és neked annyi.